Üdv mindenkinek! Fordítjuk a The Greatest Tony Chronicles-t. Már bejelentett hivatalosan, hogy már be akarom fejezni ezt a game-et. Úgyhogy még 8 videót garantáltan fogok csinálni. Jaj, de még mielőtt belekezdenék, lenne itt még valami. Hát még szereznem kéne ezt és ezt. Tehát a csinálni, hogy például az már megvolt. És a szép, azt direkt nem csináltam még meg, mert videóban akarom meg csinálni először. Ahogy ezt is direkt nem csináltam még meg. Ami megvan ez, jön a finálé. Na megszerzem ezt, és utoljára akarnám ezt megszerezni. Most egy kis változtatást teszek a ruházatnál. Ezt most szépen kikapcsolom, de csak az övét. Na meg tudjátok miért. Itt az idő bevágni a Rizom 4. részébe. Twisted Karma and his last bow. Pipe in hand, Sholmes looked down at the thick rolling fog outside our window. I wonder exactly how many mysteries are out there. Hidden within this bed of fog, he said. Indeed, a most bizarre incident, born of a curious advertisement. A hellhound's mad gallop through the shadows of a serial murder, an executed man's graveyard resurrection in the dead of night. Again, they'll take it for one. And a commonplace killing in a small, forgotten room at the edge of town. There is, naturally, always another side to every case, of which most remain ignorant. And it is that other side which compels me to the scene of the crime, Wilson. So quickly now, take your hat and let's be on our way, my dear fellow. For our adventure is not over yet. Come. The game is afoot. Már közel állunk ahhoz, hogy minden egyes információ kiderülhessen. Nyolcszor telik el a nyolcadik epizód óta, és akkor szerzést a Kazuma emlékét. Ott ebben várunk valamit. Az apját várja, hogy várja. Kérdés, hogy apja tudta, hogy ki is ugyanisin asszony. Biztosan de kisajt a titkolda, hogy itt egy kázumál van.
Uji Mikotoba. És Seishiro Jigoku. Nem is vegyük fel a bírót. Igen, ő lenne az. Az első dolgok. Hey, ez nem vicces. Ő volt a bíró. Ez a szokás. Existenciás. Tréfász nekem, amikor nem voltam tűz, te még azt mondtad, hogy bűnös. Ez nem vicces. 10 éve volt itt utoljára. Hétőkény. Szóval az Egramot kapott Stronghárt. Utatok Japánba. Japánból. Hát itt ki az apjára, hogy itt ide látogatodott. Meg volt a fiúha itt. Az a apja.
Jó, tudtam, könnyű, azt tudtam. Szóval tudták, hogy Kinshi azt mondta, hogy kilkosztál. De barátjuk volt. Rendőrként jött ide. Egy zárt övőben volt akkor, és nem publikálták az igazságot. Csak keresen tudtam, mi történt. De azt már tudott róla. Elítődött az apjával? Nem. Elítették vele, hogy beteg volt. Viszont kételkedett vele. Hogy akarta nevelni őt, hogy mind a filmet. De egy nap eljött. És döntött, hogy elutazik Nagy-Britanniába, hogy se tanulja. De elsősorban az egyet ide, hogy a után kilejtsd az igazságot. Nem tudták megállítani. Kiderült az. Ebben van. Szóval nem tudták ezt. Az van újra megjelenési. Én nem haltam. Nem tudták? Nem tudták. Eltűnt a hajóról. De senki nem tudta hol van. És itt van Londonban. És miért nem jelentkezett? Azért, mert nem érkezett kiesése volt. Még egy se ismert meg. De csak 8 nappal ezelőtt kapta vissza az emlékezetét. Maga volt a csoda. Kicsit szonkád, miért nem közel teszem? Hát így jöttünk Britanniában. Eugene Genshi és Jigoku itt volt 16 évvel ezelőtt. Így dolog, hogy így jó csomag voltak. Csak a mozzás is akarták tanulni. Ugyan is ilyen szinti fel után, de megváltozott a véleménye Kirinnek a japánokról. Visszakíték őket Japánban,
ezután bozalmas per után. Nem tudtam, hogy a tényként is. Egy darabig itt van valami Eugene, tehát hogy szükség lesz rá, akkor itt van. Hát cserébe adom, hogy szükség volt. Lányát veszem is, hogy mi az első napot. Most voltam, de akkor... Van egy szívessége. Mit érni? De még az nem tudja. Itt is fotózás lesz. Közös kép volt, de nem sokáig. Köszönjük egy strong heart-om. Feladatot, hogy követel Ziggs-től. Thank you.
megvan. Tökéletes itt a levegő. Nemzetközi törvényszéki szimpózumok. Valami elkészülő vízrájt. Hát elég hideg tekintete van. Elvesztett a széfet. Hát de nem sajnálja a széfet. Gyilkos volt is kész. Tartja az erődőt. Nagy vágya eltűnt. A törvészi kutató szimpózium. Amit spíl jól van. Vannak itt. Hát jobbra fejti a törvényszéket. A birodalmat erősebbé tegye. A törvényszigőt jövőjét is akkor. És ő kiányod is kivéje a pártra. Törvényszéki nyomozó csapat. Mivel már átkozzák törvészi. Hát nem vehetünk figyelme kívül, ami történt. Mi történt az eltűnt tanítványa? Megvette a barátok voltunk.
Úgy utasként találtak egy hajót. Nem volt papírja, és még útlevele se. És emlékezett kiesésre. És nem volt nyomsára, ki volt. Hogy felügyelje őt, befogadta ügyész tanítványát. Szóval ezeket maszkot viselnie. Hová tűnt? Hát nem tudja, hogy hová tűnt Kazuma. Meg lesz magyarázatok is. Kenshin Asuki bűne. Erről sok volt a dolgunk Bajtjának az apjáról. Asukit gyilkosan nyújtották, öt ember meggyilkolásáért. Valami kutyát használtak fel egy gyilkos ügyekként. De nem... De milyen Japán volt így, most maszkot kell viselni, hogy ne tudjál meg, hogy Japán azért. Szóval csak a háború próbáltak ezzel elkerülni. És valaki támogatta a gyilkost. Zsándorgó kíkost. Hát nincs megmutató, úgyhogy szerint úgy jön a mellették is. Akkor itt összítél az Ace of Spades Accolade-t megszerezni. Azzal, hogy még egyszer rápotintok erre. Fejzésem, hogy felelődik. Azt a meccsét! Jó, ennyit erről. Jó, Jesus States teljesítve. November 1. Sanszú. Sajnos le van a tartóztatva.
nagyobbik nincs senki egyszerűen. Mozgá! Csinálj jobb detektívet, mint valaha. Na ezért... Ezért változtattam meg a haját. A ruháját, mert így fogjuk látni. De hogyha nem tettem volna, akkor azt nem látjuk. Senki nem mer megszólalni a ruhájára. A két látogató. Kihozzuk két vöröske. Bűnözők. Egy bűnözés célpontjára. Szóval, de sikerrel kapni. Válaszolt Gregsonnak, de sajnos nem kapott választ. Legnagyobb probléma. Igen, szóval majmok voltunk még kevés időben. Erről beszél. Dogbér, biztosan nő. Tehát a logbér költség. Jó volt a válasz. Nyomot talált.
tudjuk, hogy vörös a hajad. Hazugság, amit mondtál. Gondolod, hogy el kell mondani az igazat? Egy héttel ezelőtt. Azt mondtam. A nagy detektívek nem hazudnak. Nem ölték meg. Mi történt? Szóval csak emlékezett kiesése volt, hogy csúnyan bevette a fejét. Hongkongban akarták volna kihurcolni, mint egy holtest. Borzasztó, igen. Szóval ő kérte meg őket. Te miért? Hát, nem számolod azzal, hogy onkóban fog tudni. Most pedig vigyük fel ezt. A Vörös Hajó Liga. Vörös állottunk. De ő igen. Még van közel a Vörös Hajához. Ez biztosan valami hirdetést eredett. Ennek van közel a Vörös Hajadhoz? Ez a Red Headed Liga. Benne van a Poppy. Hát azzal akarnak kifizetni a bankbért. A liga tagjához nekem már csak Vörös Haj.
hetente 7 fok. Egyetésben nincs kíva, hogy miért kell az bőszónak el. Valaki bizony, talán meghalt. Biztos azért, hogy kezdtek még valami egy versenyt. Rosszul nem. Történt. Blunder. Hát kémiai vegyülettel próbálta a haját megváltoztatni. Én nem akarok vörösvalót. Valaki felismerte, hogy itt látsza. Van egy vendég. Hogy keresem meg a férjét. Nem mondtam semmit. Igen, de rákoztuk be. Gyakran.
Evie Vigil. A zsűriben volt. Beszéljünk be. Nem találkoztunk már? Igen, felismert. Igen, zsűritag volt. A kettő számú zsűritag. Hát kérem, bezőlem is neki. Na ez falan, igen. Mr. Vigil. Dale Vigil. 40 éves, van a fotója. Így néz ki. Új ember látszik. Tizenöt éve házasok. Eltűnt a férje. Nagyon félti őt. És attól is tart, hogy beteg. Hogy dolgozott? Börtönőr. Börtönőr. Ő volt a börtön parancsnok. Szóval ez különleges foglalkozás volt. Mindig felkészül a büntetésére.
Szóval Barclay Prison, Prisonnek a börtön parancsnoka. Tehát hozzá kell jutni. És mellette van a temető. A Love Gate Cemetery, ahol eltemetik a rabokat. Tagadhatatlan. Ez nem lehet véletlen. Végét eltűnési. Mikor vettél észre, hogy eltűnt? Egy nap óta. Hát az gyanús, hogyha most ezután nem jött haza. Hát a rendőrség nem érdekelte azt, hogy csak egy napra tűnt el. Oké, meg kössük a fejét. Vagyok. Jó, nekem! Jó, nekem! Bocsássatok meg!
Jó van. Kicsit kipihentem magam, szóval megérte. Most egy kicsit jobban vagyok. Hát igen, kell, hogy ilyen fizetve. Most már tudjuk, hogy Barclay Prison, az a Barclay börtönbe kell menni. Mert ő Drevel beszél. De ilyen hajjal nem tud kijelni. A közönség elé. Nem tudtam. Pillanatok kérlek.
Van a verseny. Találkozunk Kane-nél. Harry Kane. Felismerte, hogy jobban vagyok. Nem akar szobálni, mert japán vagyok. Nem akar beszélni. Professzor, hogy miatt nem akar beszélni velünk. Hát egy sziasztok ki, aki kiszabadult a tehetőből. Küld a picsába minket. De valami meg kell győzni, hogy beszéljünk vele. Meg kell győzni, hogy semmi gyanús nincs lenni. Már jobb. És akkor irány. A hotel. Segítség van, segítségünk. Ma van Jigoku. Említették valamit a Barclay börtönről, Kaidi-ről. Beszélnünk ki a kormány szóló. De nem akar beszélni velünk, mert japán vagyunk. El van foglalva. Thank you.
Van egy ötlete. Bemondatkozó levelet adnék mi. Vissza a börtönbe. Na most már hallom, hogy beszéljünk velünk? Ezzel. Igen, ismerjük Mikko Tóba. Most már hajtó beszélünk, igen. Bülincses is. Sós kajája van. Na, ez a beszél. Eltűnt az egyik börtönőre. Ez volt jelentve. Nem hallott erről. Egy börtönő szembe tűnt el. Daily Vigil. Börtönbar. Kétel nyomozzunk készügyben. Az volt te. Ő volt a legjobb börtönőr. Igen, ő volt. Ne, többé nem dolgozik itt, elhagyta az állását. Mikor? Tíz éve hagyta ott. Tíz éve ott hagyta a munkát. A felső részt nem említette. De talán... A felső nem is tudta. Hogy elhagyta. Mi történt? Mi hagyta ott? Igen, fontos. Tíz évek korában. Gyere, mondd csak!
Nem volt választása. Kirúgták. Sita. Szóval akasztás közösségében volt, de csinált egy meggondolatlant. Nem tudja elmondani. Ő miért nem tudott róla? Szóval lehet, hogy a professzor és itt nek van ehhez köze. De azt nem tudja megmondani. Biztos elcseszett egy kivégzést. Azért hagyta ott. Mikotóba. Hát jó vágya volt. De nem értette a japának. Genshin Asobi miatt. Más nem tudom mondani. Amit keres. Ami szóban ér kamo. Ez egy 10 éves kirúgás végzés. De zserébe nem akar visszatérni. Az úgy lezárt. Kérdés, hogy mi gondolt a felségének? Ez ott a jó kérdés.
Visszatértünk. Kék hajú. Katonai új információ? Igen. Nem nagyon meglepődött. Meg akartuk tudni az igazat, de sajnos sem csinálom, hogy rossz híre. Mi történt? És nem lehet semmit a kék hajára, mert az nem is lényeges. A főnöke. Miss Prato Gregson. Meghalt. Megtalálták a holttestét. Fegyverre. Meggyilkolták. Mindent el kell mondanom. Tehát ez egy durva per lesz. És hosszabb is. Még nem tud se sok mindent. A helyszínt vizsgálják. Fresno Streetnél. Hát ott nincs semmi ügyájtó. Ez különös. Jó volt hozzá. Egy napon meg akartam mutatni, hogy csak jó detektív. A tettes viszont sokkorú lesz. Ki tette? Elkapták. Alig hitte. A kaszás. Vagyis Baroque van Ziggs. Az ügyész. Szóval a vádlót nem más, mint a vádló. Hát újra per a vádlóból vádlott lett, Mass Edgeworth után. Látta a szemébe. Interjú. És tanúk is voltak. Ki mondták, hogy ő volt. Tehát nem egy tanú.
Hallották a lövést. És nem láttak egy harmadik személyt. De Ranuszke nem nagyon nem hiszi, hogy győ lett volna tettes. Felszon Sztori felveszi az irányt. És kéri, hogy jöjjünk oda. Magát is okolja azért. Biztosan igazítettet, hogy csak megvédi, de nem tudta. Hát igen, beszélnünk kell az ügyészre is. És ennyi a börtön. Igen, tényleg be van zárva. Egyes cella. Valamit olvas. Lord van Ziggs. Az utolsó hely a kanita lenni, és utolsó személy, akivel látni akar. Nem szívesen jöttem volna. Hallottuk, hogy mi történt. Semmi közöm hozzá, de... Pont olyan, mint Mass Edge-ről, amikor vádlóból vádlót lett. De most nem egyíthetünk ezzel egyet. Pont úgy viselkedj. Mert tudnunk kell a halál. Segíts a nyomozásban. Nem tud sokat mondani. Mit olvastál akkor? Van ezzel az ügyhez? Ez csak egy levél. Hairbrain-től. És védik én, akarnál ezt tovább olvasni. Mit akarnék tudni? Nem tud. Mi történt? Hogy mindig mindent tudok? Le volt lőve egy labbéres házban. És azon letartóztattak téged. És tanulókkal hallották a lövést.
De nem tud más hozzáadni. De nem tudja, mi történt. Szóval nem öldölt el. Hallotta a hangot, viszont... Miért nyomozott volna, hát... Gyorsan letartóztatták, miért bármit is tehetett volna. Mit kerestél, jó? Nem válaszolsz. Azt gondolom, hogy nem akarnék az ügyvédje lenni. Szóval szükség van ügyvédre. Nem akarja, hogy ügyvédje legyek. Szóval senki nem vállalt ügyvédként. Mivel éppen néven ismerik, akik ügyészkedett, tehát 19-nél igaz, hogy csövesztett, és 16-on meghaltak belőlük. És emiatt nem akarják megvédeni. Az ügyvédek voltan akarják. És hiába mondja, hogy ártatlan, hát az üres szó. Hát ő is tudni akarja, ki a kaszás. De valaki már nagyon megkérdezte, miért el akarta tudni az igazságot. Hey, Brain levele. Igen, ő küldte el Németországba, ahogy kiemlészik rá. Lehetnék az ügyvédet. Bízik-e benned? Igen. Látod, hogy hogyan bánok a vállottakkal. Biztos, hogy nem ölné meg ma sokat. Remek ajánlat, de... Senkiben sem bízik. Se a rendőrökben, se a bíróságban, se a japánokban. Élek. Pont úgy is egyre, mint más egyre vádlokként. Megvédeni egyáltalán nem ez könnyű. Nem szedni a látogatnám. De itt már mélyebben kell megtapasztani ezt az ügyet. Ez már olyan perc, ahol mindenki fog derülni. Tűnik, hogy még nem lehet. Ezt nézzük még többit is. Ez meg volt.
Akkor ezt ide, menjünk ide. November 1. Hát ez egy tönkremet, ez biztos. Vesztette a játét. Hello, we shall. Gina is megjelent. Végén. Szóval a Sherlock elment. Szóval már befejezte a nyomozást. Semmit sem mondott, senki sem más. Nyomoznánk ki? Igen, rögyvéd vagyok. És? És azt sem fogja elfelejteni. A bejövője kísérti. Az itt bűnös. Akkor megbosszoljuk a fölgött halálát. Oké. Grayson. Mi keresett itt Grayson? Ő azt is tud, ő is tudni akarja. Szóval eltöltötte, hogy csaló akar lenni. Megmutassa, hogy alkalmas lenni. Legenda volt a Yardnál. De néhány trükkös ügyet sikerült megoldani. Biztosan tisztelte a kaszás. Hogy csak. Az ügyész. Azt mondja, nem kellett aggódni a kasszás, mert ez csak rossz fiúkra hajt. Műtény helyszíne. Lakik itt valaki? Hugh Boone. A tulajdonosa ennek a háznak. De nem tudnak találkozni vele.
Ahogy azt mondja, Hugh Boom maga Gregson. Az incidens. Hát biztos, hogy a lövés okozta a halálát. Hát az egyik bizonyíték az a gyertyás, az gyertyafa. Tudod, hogy a kaszás okozta. Ezt hallották. Ez most nem tudnak interjúvolni a tanokkal. Akkor most az idővizsgálatokat csinálni. Kezdjük ezzel. Mrs. Vigil. Eltalálkoztunk. De hogy valami késett, azt nem tudni. Ezt magunkkal, Kevin. Most ezt? Hát itt olyan ügyek vannak, amikben Gregson részt vett. És amiket megoldott. És körbe van, itt volt lelőve. Thank you.
Hozott egy paróka is. Így vörös. Ez egy fontos bizonyíték, úgyhogy ezt megszerezzük. Érdekes modell. Remélem, elbizonyítottam, hogy gyűjtöttem össze. Na, még ezt az egyet. Ez a pisztoly is kell. Hát dolga ez a gyilkos legyen. Hát nem lehet ezzel. Megint úgy vérzi, mint egy vádlott. Na most kérdés, hogyha megjelenik-e. Tudjuk ki. Igen. Nem. De hogy? Mi alatt még ki? Ja! Még ezt meg kell vizsgálni. Igen, ez is egy fontos információ. Most megjelenik? Ez szerint igen. Mi két helyszínt kell oldani. Kazuma. Az utolsó tűnét. Hogy nem hiszi el. Csak egy dolgon hisz. Hát elkövetetlenül vált. Megvan a szituáció. Elkezdődik a hónap a törvényszék kivizsgálat.
igen, hamap lesz a fejem. Új bemutatkozás. Következik. Igen, ismerjük. Ez a Matsugi lesz. Az ügyész. Szóval ő fog ügyészkedni. Ő volt az egyetlen, aki töltőbe tudtak volna ügyésznek. Vannak üper. Ez egy zárt bíróság lesz. Most pedig... A kaszásnak kell... A váló címen. Hát válaszolom ki azért is, hogy mit tett az a 119 ártatlan. Az a új fejezet nyithat a angliai történelemben. A szogé ügyész. Hát, többé már nem ügyvéd. De már nem válaszol, biztosan már le. Többé nem ügyvéd, hát úgysem volt olyan okos ahhoz. Mint én. Biztosan borotva éles lesz. Miért? De miért ő? Személyes kérés volt. Miért? Honnan kiderül. Mert igen, meg kekvé, mint védelem. Hát én vagyok az egyetlen, aki el ne használni. A vádlott pedig egy ászügyész. Hát te, és ezért örül, hogy így jobban lehet az ügyész. Tudni akarja, hogy milyen ügyes vagyok, mint ügyvéd. Hogy mennyire értek a törvényhez. Csak azt nem értem, hogy olyan ellenséges. Egy gyilkos fegyvere. Az XC volt az a fegyver? Csillan, nem biztos ebben. Az is lehetséges, hogy az áldozatja. De nem. Neki van saját fegyvere is. De az ügyész azt mondja, hogy ez nem az övé. Elvesztette a fegyverét. És ez gyanús.
Most egy szituáció... ...zíjsíját jelenteni. Nem úgy. Sziant. Sajnálja az aggódás. Visszatétel emlékezetet? Igen. Teljesen. Minden emlékszik. Mikor mi fog tenni? Örülünk, hogy életben vagy. Hogy de aki értél Londonba? Ez hang. Valaki azt mondta, hogy menjen Londonba, és ott vár a sorsa. És azt küldte őt ide Londonba. Hát visszatért az emléket, de más nem fog. Megkövelni a versenyt vele. Kazuma, miért mennénk? Köszönhetett el magad. Miért is? Köszönhetett magad azért, hogyha ügyes így véd voltam. Meg a kardja miatt is. Ez volt az ő álma. Más szándékból jött ide. Nem ügyvédi ügy miatt jött ide. De van egy kihívés. Látni akarja, hogy fog ez végződni. És mert engem elég jó, hogy képes vagyok bármilyen per megnyerni. Az egész felismeri a képességeimet. Ziggs, Gregson és... valaki, biztos Plainvan Ziggs. Ha azt odaadom, akkor biztosan mandóval beegyezni a gyenge egyik az ügy végé. Mit adta oda? Hát... hát végig elég titulózatos. Jó van. Én mindig azt olvassam.
Tényleg. Láttuk, hogy jövőben foglalkozni. Semmi közünk hozzá? Találtál ügyvédet? Semmi közöm hozzá? Sajnos nagyon is van. Az ügyész pedig Kazumász. Elvesz, a kényszerből beszéljek. De előtte... Azt elveszett ez a képet. Ő a bátyja, Clint. Még a tisztelből a könyvszón irántad, de sajnos ezt alig hiszi el. Egyszer. Na végre. Egyszer legalább köszönet mond. Szogi. Bátyám, bátyám, mit gyilkoltál? Mert Asszogi nevét átkozta a Genshi Asszogi miatt. Mert őt vádolták gyilkosságra. Szóval bizonyára a Kazuma bosszút akar elállni. Mert ő főleg amit az apjával tett. Asuki neve okozta azt, hogy ő és is japánokkal. Megváltották a Genshin-t azzal, hogy egy meggyilkos. Ő is egy tanul volt akkor. Senki nem vesztett Genshi Asukinak a igazi természetét. Elvesztett mindent, amikor megtörtént. A bátyát, meg a bizalmát a japánok iránt. El akarta bosszulni a bátyát azzal, hogy ő elfogadta a peret Genshi Asuki ügyében.
A vezető ott a Lord Mel Strongheart volt. Akkor még ügyész volt. És meg elfogadta, hogy ő legyen az ügyész. Megint rosszul lettem. Nem tudta irányítani egy gyűletét. Segítség! Elszóljuk! Megy!
Igen. Szóval Kazuma az ügyügyi. Azok után, hogy halálra ítéltette az apját. És bosszút akar. A perem. Biztos benne. Gregson. Pázsba akart volna menni. De nem tudott Franciaországba eljönni. Just a vidja volt. Első alkalommal történt, hogy még több francia szava. Hát jó hírni nem tetszett, Gregson már 10 éve. Szóval Clint-ről van, de egy bonszásjent is. Pillanat. Fegyvered. Ott volt a bünti helyszín. De az nem az övé volt. De mi ezt számítottam volna. Elvesztette az ő fegyverét. Mostanában ez igaz. Mikor vesztetted el? Nem tudja. Tíz év át utoljára revolvert. Szóval nem felfogató bizonyíték, hogy nem az övé volt. Elvesztette a maga biztosságát, nem bízott a saluban, ügyvédekben sem, és a bíróságon. Egy jobban kész. De van kérdés, hogy a maga kirejtsem az igazságot.
Hát nem tudta eltagadni. Hogy ilyen az ügyvéd tudok lenni. Között van. Akkoriban még tudott nevetni. Szemeked még a jövőben is. Próbáltam egy videón állulásokkal szemben. Tehát 10 év után események miatt már nagyon komor lett. Na végre, hogy észreztélt, ezt akartam hallani. Pont mint Mass Edgeworth-nél. Hát én ezt nem tudom lenni, hogy két órát kell tele várni. Nem hagyjatok egy ügyét se cserben. Akkor nem vagyok amit kázolva. Folytatjuk. Végre. Nem majd kívánok gomosztal is tanul, amíg benne sem is lakát pihennem. Jó, ennyi már se közebb az első perre. Az első perre folytatjuk. Sziasztok!